Köszöntöm a nézőket! Vajon mennyi kukorica terem az idén? A kisboldogasszony napi dorosztói búcsúra több ezren látogattak el. Véget ért az egyhetes őszi zsidó kulturális fesztivál. A szegedi szabadtéri játékok pedig jövőre 2 hónapig tart. Többi közt ezekkel várom önöket a körképben. Tartsanak velem! Tízszázalékos terméskiesés lehet a közel 2 hónapos aszály miatt az idén Szerbiában. A legnagyobb hozamcsökkenés a kukorica és a szója esetében tapasztalható. Az óbecsei határban az összterületnek nagyjából a 40%-án ültettek kukoricát a gazdák, a többi parcellán a búza, a cukorrépa, a napraforgó és a szója osztozik. Továbbá ezeknél kisebb arányban az olajrepce és a zöldségtermékek. A becsei határt nézve az idén a szárazság legjobban sújtsa a szójatermelőket és a kukoricatermelőket. Itten nagy kiesések mutatkoznak a szójába. Az első eredmények mutassák a 3-4 mázsás holdanként hozamtól a 15 mázsa hozamig. A kukorica most még jelen pillanatban nem igen van morzsóval, csővesen elletkezve szedve. Itten mutatkozik körülbelül a tavalyhoz képest olyan 70-80%-os kiesés is. Péter révén az idén a kukorica kárára 3-szor több szóját vetettek, mint tavaly, de az idei szárazság miatt a szója hatalmas károkat szenvedett el. Hozam kiesése egyes becslések szerint akár 50-70%-os is lehetséges. A napraforgót itt a Péterrévei határban kétharmadát kombályozták le. Hát az átlagok elmaradnak a tavalyitól, tehát az idén olyan 16-18 mázsáig holdján, míg tavaly 22-23 mázsás holdankéti átlagról beszéltünk. A minőség a napraforgónak körülbelül ugyanaz, mint a tavalyi. A szója az nagyon elmarad itt, tehát a Péterrévei határban, tehát ilyen 200-tól és ilyen 1000 kilóig beszélünk holdanként. A Péterrévei Barsi János kukoricát, napraforgót, búzát vetett az idén. Ott jártunkkor épp a napraforgót takarította be, amiből 20 mázsás holdankénti átlaggal számol. Szerinte az államnak valamiképpen enyhítenie kellene az aszálykárokat szenvedett gazdák terheit. Volt már ilyen eset, hogy hát ilyen adókedvezmény volt, hogy leírták az adót arra az ére, vagy kevesebb adót számoltak. Csak is ilyen stimulációval bírnak segíteni rajtunk, mert ezekkel az árakkal is összefognak, ezek a nagy fővásárlók, ilyen monopól helyzet van, és akkor ezekkel az árakkal mint sehogy se jövünk ki, úgyhogy itt az államnak kellene szerintem egy kicsit felénk fordulni. A 30-40%-os hozamcsökkenés miatt kukoricából 2,5 millió tonnával kevesebbet takaríthatnak be az idén, mint tavaly. Milán Prostrán mezőgazdasági elemző a Tanjuk hírügynökségnek adott nyilatkozata szerint a hozamkiesés ellenére lesz elegendő élelmiszer a hazai szükségletek kielégítéséhez, sőt kivitelre is jut belőle. Kedden tartották a hagyományos kisboldogasszony napi dorosztói búcsút. A katolikus értékek megőrzésének fontosságát, a Mária kultusz további etetését, a születés szentségét emelték ki a búcsú ünnepi szentmiséjén. Több ezren hallgatták a veszprémi érsek prédikációját. A misén több anyaországi és vajdasági közéleti személy és tisztségviselő is részt vett. Több ezren látogattak el egész vajdaságból a dorosztói kisboldogasszonyi misére. Sokaknak lelki megtisztulást jelent a búcsún való részvétel. A hívek áhítattal lépkedtek a dorosztói búcsú körmenetében. Sokan régóta vágyakoztak a Mária kegyhelyre. Nagyon örülök, hogy kivárhattam, megértem ezt, hogy én is ide eljöhettem, és a családomért, a szép családomért hálát adhatok a szűzanyának és a Jóistennek. Az arándokok a lelki megtisztuláshoz fontosnak tartják, hogy mindenki aktívan részt vegyen a szertartásban. Eljön a búcsúra, gyújjon meg, áldozzon meg, menjen a köröztútra, imádkozzon, teljes szívvel vegyen részt a szentmisén, áldozzon meg, imádkozzon, ez itt teljes búcsút nyer.
kisboldogasszonyi szentmise prédikációjában Márfi Gyula veszprémi érsek a keresztény európai értékek megőrzésére hívta fel a figyelmet. Gondoljunk arra, kisboldogasszony ünnepén, hogy nekünk, katolikus magyaroknak mennyire kellene ragaszkodnunk a katolikus hitünkhöz, katolikus egyházunkhoz. Hát mondjam el nektek, hogy Európa most nagyon nagy bajban van. Tudom, hogy Szerbia is igyekszik az Európai Unióba, és nem mondom azt, hogy ne igyekezzék, nem mondom, hogy ez rossz, de nem árt, ha tudjátok, hogy az Unió elhagyta a hitét. A doroszlói búcsún számos közéleti személy és tisztségviselő is részt vett. Hajnal Jenő a Magyar Nemzeti Tanács elnöke, vajdasági magyar különlegességnek nevezte ezt az ünnepet. Nekünk különösen azért kedves, hiszen egy olyan hagyományőrző közösség veszi körül az itt élő magyarság, úgy őrzi ennek hagyományát, a hit örökségét, amely azt erősíti meg az ide búcsúra járókban, hogy Mária, a hit és doroszló népe együtt tud erőt, hitet adni. Pásztor István, a tartományi képviselőház és a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke fontosnak tartotta a doroszlói kegyhely folyamatos fejlesztését. 6-7 évvel ezelőtt fogalmazódott meg az ötlet, hogy ezt a kegyhelyet el kellene kezdeni építeni, akkor, amikor létrejött a nagy beruházási alap. Fél év alatt az első tervek meglettek, akkor fogtunk hozzá a pénz utáni futkározásnak, a kivitelező megválasztásának, és onnantól kezdve gyakorlatilag minden évben azt tudjuk megállapítani itt a doroszlói búcsú apropóján, hogy egy milliméterrel, egy méterrel, 10 méterrel vagy 20 méterrel előbbre haladtunk, és én azt remélem, hogy nem csak lekerekedik ez az építkezés, hanem egy olyan vonzerőt is fog jelenteni, olyan tartalmak biztosítására biztosít majd kellő föltételeket, amik mindenkinek a lelki épülését fogják jelenteni. Magyarország kész megvédeni a keresztény értékeket határain belül és a külhoni magyarok által lakott területeken is. Ezért is tartja fontosnak megfékezni a Közel-Keletről és az Afrikából érkező migráns áradatot. Mi magyarok büszkén mondtuk ki az új alkotmányunkban, az alaptörvényünkben, hogy Magyarország, Magyarország történelme a keresztény értékrend alapján épül fel. És azt gondolom, hogy az lenne a normális világ, hogyha ezt Európa is meg tudná fogalmazni, és kimerné mondani. A doroszlói búcsú az oltári szentség körmenettel zárult. Színes programokkal várták az érdeklődőket az egy héten át tartó őszi zsidó kulturális fesztiválon Szabadkán. Színházi esteket, koncerteket és könyvbemutatót is tartottak, szerda este pedig hangversenyt szerveztek a Városháza dísztermében. A Szabadkai Városháza dísztermében szerda este budapesti zsidó kántorok léptek fel. A hangversenyen az érdeklődők többek között vallási témájú, valamint kifejezetten zsidó hagyományokat bemutató műveket hallgathattak meg. A rendezvényen zsidó imák, valamint jiddis dallamok is elhangzottak. A résztvevők közül sokan jártak már Szabadkán. Igazából otthon érzem magam, szóval igazán felemelő érzés, főleg ilyen gyönyörű épület falai között énekelni. Nagyon-nagyon fantasztikus. Róna Tamás vezető rabbi szerint az alföldi régió zsidó közössége folyamatos kapcsolatot ápol a szabadkai zsidósággal. Mint ahogy az élet halad állandóan előre, és újabb lehetőséget teremt arra, hogy e kapocs még erősebb legyen, úgy törekszünk ezt a fajta elkötelezettséget a jövőben is tovább erősíteni. Megtelt szerda este a Szabadkai Városháza díszterme. A hangversenyre sokan voltak kíváncsiak. Szabadka polgármestere a rendezvény kulturális jelentőségét emelte ki. Egy újabb szép színfoltja Szabadka kulturális életének egyrésztről, másrésztről még azt gondolom, hogy megismerni más népek kultúráját, más népek hagyományait, azt gondolom, hogy minket is erősít, minket is gazdagít.
A hangverseny apropója, hogy Magyarország ebben az évben a Nemzetközi Holokauszt Emlékezési Szövetség elnökségének tisztjét tölti be. A koncertet a Szabadkai Zsidó Hitközség, valamint Magyarország Szabadkai Főkonzulátusa közösen szervezte. Zsidó kulturális fesztivált először rendeztek Szabadkán. Először került megrendezésre, az oka pedig az, hogy Szabadka életéből a zsidók a deportálás során 1944-ben eltűntek, viszont a kulturális életben mély nyomokat hagytak, mély nyomokat kell, hogy hagyjanak. Úgy gondoljuk, hogy Szabadka közönségének igénye van erre. Az őszi zsidó kulturális fesztivál szombatig tart. A rendezvény zárásaként a Szabadkai Városi Múzeumban szombaton 18 órától bemutatják az Élettől életig a holokauszton át című könyvet, mely a Fórum Könyvkiadó és a Szabadkai Zsidó Hitközség együttműködésében jelent meg. Jövőre két hónapig tart a szegedi szabadtéri játékok. Július 1-től augusztus 27-ig 8 darab, 16 előadását láthatja a publikum, valamint a hagyományos szimfonikus ajándékkoncertet. A műsort csütörtökön hirdették meg, jegyeket már is lehet vásárolni. Az idei nagy sikerű évadból jövőre visszatér a Mamma Mia és a Nyomorultak, de egy előadást tartanak még a Tévedések vígjátékából is. A hagyományos szimfonikus ajándékkoncert augusztus 17-én lesz. Operától a prózáig, az operetten keresztül táncjáték, musical és szimfonikus zenekari koncert is lesz az évadban. Ennek az a feltétele, hogy tovább játszunk, augusztus 20-ai hétvégét követően is fogunk még bemutatni előadásokat. Úgyhogy e tekintetben biztos, hogy kiemelkedő lesz, de azt is fontos elmondani, hogy Richard Wagnertől soha nem játszott még a szegedi szabadtéri játékok művet. Most a Bolygó Hollandit fogjuk bemutatni, ez lesz a nyitó előadása a jövő évadnak. Az operán túl új produkció lesz még a Dracula utolsó tánca című táncjáték, amelyet Zsurávszki Zoltán jegyez. A Domtérre alkalmazzák a Budapesti Operett Színház egyik sikerdarabját, az Én és a Kisöcsém című Eisenmann operettet. Ugyancsak az Operett Színházzal együttműködve mutatják be az Ének az esőben című sikerfilm színpadi változatát. Ennek előadási jogát a szegedi szabadtéri kapta meg. A három főszerepre országos castingot hirdetnek, csúcs szereposztást akarnak csinálni. Le lehet tölteni majd linkeket mindenféle dalokkal és kottákkal, fel lehet készülni, be kell küldeni, abból választunk, és utána lesz egy nagy-nagy nyilvános meghallgatás, ahol már stepcipőt is kell hozni, mert ott már táncolni is kell, énekelni is kell. Az, hogy a nézőteret és a színpadot az idei helyén építik föl, vagy jövőre visszafordulnak a Dom felé, még nem dölt el. A Zentai Városi Múzeum különleges kiállítással kapcsolódott be a városnapi rendezvénysorozatba. A két régészeti lelőhely történetét bemutató a Part két végén című tárlat csütörtök este nyílt meg. Két Zentához kötődő régészeti lelőhely áll a Part két végén című kiállítás fókuszában. Az egyiket maga a Tisza medre képezi, a másikat pedig a Tisza parton található bevásárlóközpont 2009-es építése során tárták fel. Namo najstariji sloj, u kojem se onako problematično nalaze samo nešto malo tragova bronzanog doba i sarmata. Nema mnogo. Onda kreće to što sam rekao i u izlaganju, jako interesantan deo, gde imamo tu srednjevekovnu sentu, ali pre 1216. pre prvog pomena. A tárlat másik fő témájaként a zentai csata hajdani helyszíne közeléből előkerült tárgyak jelennek meg. A Tisza medrének ezen szakaszát ugyanis búvárok tárták fel, történelmi emlékek nyomait kutatva. A fényképsorozatokból és tárgyi emlékekből építkező tárlat a régészeti leletfeltárás kevésbé ismert folyamatára világít rá. Az az ötlet vetődött föl, hogy miért nem mutathatnánk be, hogy hogyan kerülnek egyes tárgytípusok be a múzeumba, például konkrétan a régészeti anyag. Annál is inkább, mert a Zentai Múzeumban soha nem volt állandó alkalmazásban régész, és hát ennek ellenére, hál' Istennek, azért időnként bekerülnek ilyen tárgytípusok is. A Zentai Városi Múzeum két part végén című kiállításán a feltáráskor használt eszközöket, köztük például búvárpalackokat, különleges fényképeket és térképeket is megtekinthetnek a látogatók. Zentaváros ünnepe, valamint a zentai csata 318. évfordulója alkalmából
Pénteken délelőtt díszülést tartott a községi képviselőtestület. Az eseményen átadták a legrangosabb nyilvános elismeréseket is. A junior prímadíjas előadó Török Tilla és zenekara fellépésével kezdődött a zentai községi képviselőtestület díszülése. Ceglidi Rudolf polgármester mondott köszöntőt, majd átadták a nyilvános elismeréseket azoknak a személyeknek, akik munkájukkal hozzájárultak Zenta fejlődéséhez, valamint hírnevének öregbítéséhez. Életmű Proúrbedíjjal Kubát János nyugalmazott újságírót, a Magyar Szó egykori főszerkesztőjét tüntették ki. Valkai Zoltán építész Zenta építészetének fejlesztése érdekében tett erőfeszítéseiért Proúrbedíjat kapott. Úgy gondolom, hogy a munkámmal, ami Zenta város építészeti monográfiája, avval ahhoz a láthatatlan katedrálishoz, amelyet Zenta épít hosszú-hosszú éveken át, én magam is hozzátettem egy téglát, egy szellemi téglát. Szintén Proúrbedíjjal ismerték el a fennállásának 10 éves jubileumát ünneplő Mécsvirág együttes tevékenységét is. Úgy gondolom, hogy a csapatunk számára ez a legnagyobb elismerés és megtiszteltetés, hogy Zenta városától kiérdemelhettük ezt a díjat, és én mindig is úgy gondoltam, hogy a Jóisten gondviselése ez, hogy mi összetalálkoztunk, és hogy nagyon megható ez számomra, és nem csak két jó munkatársat, hanem két igazi barátot is kaptam, és vihettük azt a hírt, hogy igen, érdemes itt maradni, megmaradni, magyarnak lenni. Zenta művelődési hagyatékának méltó gondozásáért és a művelődés terén megvalósított tevékenységért Proúrbedíjjal jutalmazták a Stefan Strémac helyismereti alapítványt is. Csipak Leventét, a Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium egykori tanulóját, aki számos megmérettetésen öregbítette a település hírnevét, Juventus Proúrbedíjjal tüntették ki. A díszülésen polgármesteri köszönőlevéllel jutalmazták Keresztes Attila életmentő, valamint Kecskemét Árpád sakkozó tevékenységét. Az eseményen ünnepélyes keretek között aláírták a Székelykeresztúr és Zenta közötti testvérvárosi szerződést is, amelyet a két település polgármestere látott el kézjegyével. A képviselőtestület díszülését követően a zentai csata tiszaparti emlékhelyénél megkongatták az emlékharangot, valamint elhelyezték az emlékezés virágait is. Kihaló félben van a páros fogathajtó verseny a lovasportokat tekintve. Ezen változtatna a Csantavér Lovasklub. Már negyed százada minden évben bajnokságot rendeznek ebben a hagyományos sportágban. Csata kiáltással sarkalták győzelemre a lovakat a versenyzők. A hátasok serényen ügettek. Először az egyfogatú versenyeket tartották meg, az első futamgyőztes Ozsvár Oszkár a helyi klub tagja lett. A takarmányozástól, az edzéstől és a ráfordított időtől is függ a siker, mondta a versenyző. Elég jó kondícióban van a ló, fiatal ló, 2-3 évesen nem indult, most így sikerült a minden verseny más. Kiváló családi program a hétfiguló verseny. Szurkolsz valakinek? Ki győzött? Az Oszkár. Ez... Neki is szurkoltál? Igen. Csak nem ezren kilátogatnak a csantavéri pályára. Neked miért tetszenek lovak? Hát a gyorsaságuk, meg a, hogy hogy néznek ki. A páros fogathajtást is Ozsvár Oszkár nyerte meg Lauda Úzi és Sziti Bolnyák lovaival. Yeah. 1949-ben alakult meg a Csantavér Lovas Klub. Azóta, vagyis már 66 éve megszakítás nélkül működik. Mondhassuk azt, hogy a páros fogatnak itt van a bölcsője Csantavéren. Mert hogyha mink abba hagyjuk, akkor lehet sajnos, hogy itt nagy térségben akkor meg fog szűnni ez a párosfogat. Zügeti lovakkal való párosfogat versenyzés. A vajdasági vágtának köszönhetően a szűkebb és a tágabb régiót is tekintve egyre több fiatal kezdett el lovakkal foglalkozni. Van egy ilyen, hogy csantavéri specialitás, ez a kettős ügető
futam, amit csak itt Csantavéren rendeznek meg, ami félelmetes. Én leginkább a Formula 1-hez hasonlítanám, lovakra levetítve. A Csantavér Lovasklubnak mintegy 50 tagja van, 15-16 éves fiataloktól kezdve egészen a 80 esztendősekig. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is a Pannon TV-vel. Viszontlátásra!